Ennek a mai megbeszélésnek az lett volna a célja, hogy azokkal, akik tehetnek azért, hogy hogyan alakuljon a vakcinázás és annak a helyzete, üljünk le és beszéljünk nyíltan, őszintén. Nem kell, hogy elfogadják a véleményünket. Hallgassanak meg bennünket, és hát, hogyha eljutunk odáig, hogy ez alapján ők úgy érzik, hogy érdemes változtatni is. Ezt szerettük volna elérni, és hát a legnagyobb sajnálatunkra a 8 meghívottból 2-től kaptunk visszajelzést, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni, a többiek hallgattak. És a meghívott 40 körüli sajtó képviselő közül a tájékoztatónkra senki nem jelent meg. Azt gondoljuk, hogy mi egy úgynevezett oltás kritikus szakértők és szakemberek vagyunk, nem pedig oltás ellenesek. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert ezt a bélyeget ragasztotta ránk a média, hogy oltás ellenesek vagyunk. A másik nagyon fontos mondás az, amit ugye Rétvári Bence államtitkár kijelentése volt, hogy ők megvédik a oltóorvosokat. Nekünk az a véleményünk, hogy elsősorban nem az oltóorvosokat, a gyermekeket kell védeni. Mi a gyermekeket védjük, az ő egészségüket, és ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezt kellene eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Mi tehát azt szeretnénk, hogy Magyarországon tegyék választhatóvá a gyermekkori oltásokat, ahogy Európa tagállamok és az európai országok kétharmadában így van. Mint ahogy a mellékelt ábrákon is láttuk, illetve a statisztikákon, nem rosszabbak azoknak az országoknak sem a gyerekkori morbiditási és egyéb adatai, amely országokban nem kötelező az oltás. Az új MOK, azaz új Magyar Orvosi Kar Egyesület rövidítése. Kicsit áthallik a Magyar Orvosi Kamara rövidítéséhez, ami MOK volt, és nem véletlenül, mert ez egy új kamara vagy társaság. Ez azért létesült, hogy közösséget nyújtson azoknak a kereső orvos kollégáknak, akik szeretnének kiszabadulni ebből a gyógyszeripar által irányított egészségügyi rendszerből, akik keresik a magyarázatot mindarra, ami az elmúlt 3 évben lezajlott, és akik diskurzust, megbeszélést szeretnének, ahelyett a diktatúrikus eljárás helyett, ami most történt például a mai napon. Egy szakmai vitára lenne szükség, mert az idő eljárta fölött, az eljárásrend felett, amelyet a kötelező gyerekkori oltásokkal kapcsolatban folytatnak, és láthatólag ezt nagyon nem akarják egyes erők. Úgyhogy a Új Magyar Orvosi Kar ettől mit sem befolyásolva végzi tovább a munkáját, és további hasonló egyeztetéseket és konferenciákat fog rendezni, kiindulva abból, hogy egyre többen leszünk, és egyre erősebb lesz a hangunk, és előbb-utóbb el fogjuk érni azt, hogy ezekben a kérdésekben valóban szakmai vita szülessék.